A püspökladányi önkormányzat, illetve a püspökladányi szabadidős egyesület között létrejött a fürdőtó és töltéseire vonatkozó használati megállapodás 2018. februárjában lejárt, ezért a képviselőtestület még tavaly májusban döntött arról, hogy a fürdőtavat határozatlan időre a püspökladányi városüzemeltető és gyógyfürdő Kft. Részére használatba adja. Akkor a testület úgy döntött, hogy a továbbiakban nem adja oda egy egyesületnek sem a hasznosítását ennek a tónak, hanem a Városüzemeltető Kft.-nek, a Gyógyfürdő és Városüzemeltető Kft.-nek adja oda a hasznosításra, mivel ugye a fürdőtó részben kapcsolódik a fürdőhöz, valamint a kempinghez, és akkor ennek a kiszolgálásával, tehát az ottani életminőség javításával, akkor a lakosság bevonásával működhetne ez a tó. A fő cél az volt, hogy minden lakos ki tudjon menni oda egy kis szabadidőt eltölteni, ahogy gondolja, akár horgásszon, és a verseny horgászat terén ki tudja fejteni ott a tevékenységét. A püspökladányi fürdőtó napkeltétől napnyugtáig várja egyelőre a sporthorgászokat. Tudtuk meg Varga Lajostól, a Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Ügyvezető igazgatójától. A legfontosabb az, hogy itt egy olyan sporthorgásztavat tudjunk üzemelni, ahova szívesen járnak ki a horgászok. Ehhez nagyon fontos az, hogy a tóban egy megfelelő minőségi halállományt tudjunk telepíteni, illetve nevelni. Ezen kívül pedig ugye a külső környezet. A külső környezet állommegóvására is nagyon nagy hangsúlyt fogunk fektetni, mind esztétikai, mind vagyonvédelmi szempontból. Ugye a kerítést is helyre fogjuk állítani, illetve kamerás rendszerrel fogjuk védeni a tavat. Már most is vannak kint kamerák, tehát ugye mindenféleképpen ezt is fontosnak tartottuk, illetve még több kamera lesz kihelyezve. Illetve ugye próbálunk majd a belső területen, hiszen ez a tó az Árpád utcán helyezkedik el, itt gépkocsival nagyon korlátozott számban lehet parkolni, és a belső részen feltölteni olyan murvás, köves területet kialakítani, ahol akár egy sárosabb időben is gépkocsival nyugodtan tudjanak parkolni a kilátogató horgászok. Elég szigorú házi rendet állítottunk össze, ez vonatkozik a kilátogatókra, illetve a horgászokra is. Azt gondolom, hogy a kultúrkörnyezet, illetve a vagyonvédelem szempontjából ez kiemelten fontos. Megnézzük a többi horgász egyesületnél is, hogy mik a szabályzott tartalmai, mit foglalnak magukba. Ugye természetesen nyilvánvaló, hogy mettől meddig lehet horgászni a tavon, illetve mennyi halat lehet elvinni, ezt milyen formában, milyen kontrollal. Nálunk egyelőre, mivel sajnos eléggé rossz állapotban is gyenge volt a halállomány a tóban, most első sorban sporthorgász tóként üzemeltetjük a napi egyeseknek, és bízom benne, hogy egy-két év múlva lehet majd a halat is elvinni a megfelelő szabályos keretek között. Varga Lajos elmondta, a 2,3 hektáros tó és környezete eléggé el volt hanyagolva, ezért az első feladatuk a területrendezés volt. Azt el kell mondanom, hogy sajnos ez a tó az utóbbi években már borzasztó el volt hanyagolva. Ugye mi is úgy kaptuk meg, hogy a nád nem volt levágva, a külső környezet teljesen elgazosodva, kerítés teljesen le van romolva. Ezeket a problémákat mindet majd orvosolni kell. Beállók a bemosódás ellen nem voltak védve, meg sorolhatnám az összes problémát. Az ügyvezető igazgató elmondta, további fejlesztéseket terveznek a területen, illetve a későbbiekben tervezik horgászversenyek szervezését is. Szeretnénk ugye a későbbiekben filagóriákat kihelyezni, tehát azért azt gondolom, hogy aki kilátogat akár horgászat céljából, akár csak azért, hogy a gyerkőccel, unokával sétáljon egyet,
és nézelődjön, vagy a külső, vagy a kinti környezetet szeretné szemügyre venni, az le tudjon ülni, hogyha elfáradt, és tudjon egy kicsit beszélgetni, ismerősét megnézni, aki itt horgászik, azok minden szempontból ezt fontosnak tartjuk. Kis Zsigmond alpolgármester hangsúlyozta, örömmel tölti el, hogy rendeződött a fürdőtó helyzete, és ma már nyitva áll a helyi horgászok előtt. A Városi Üzemeltető Kft. Hirdetés az, hogy akkor a helyi lakosság is akkor kimehet, és akkor horgászhat ezen a tón. A tógazdát kell majd keresni, akitől a megfelelő napi jegyet be lehet szerezni, és akkor az ottani szabályoknak megfelelően akkor tudnak horgászni a püspökladányiak is. A fürdőtavon horgászóknak természetesen állami horgászjeggyel kell rendelkezniük, és ahogyan alpolgármester úr is mondta, napi jegyet kell váltaniuk. Ezt akár megtehetik elővételben is a püspökladányi Sárét Kincse gyógy- és strandfürdő jegypénztárában reggel 8 és este 7 óra között. További információt pedig a 0630 496 94 58-as telefonszámon kérhetnek és kapnak az érdeklődő horgászok.